Ügyes légy. Amúgy most Ricsi is itt lehetne velem igazából ennél a témánál, de megy tanulni. Igen, nem baj majd, amikor az esküvő után még elmeséljük talán egy videóban, hogy hogy sikerült az egész, meg így minden, amiről most fogok beszélni, hogy aztán végül hogy sült el, hogy pozitívan vagy kevésbé pozitívan, akkor majd már mindenképp ketten leszünk a videóban. Sziasztok, itt Karen, és üdvözöllek titeket a csatornámon! Hogyha még nem találkoztunk volna, akkor Karen vagyok, és akit az előbb láttál, ő Ricsi, a párom, akivel néhány hét múlva összeházasodunk. Rólunk csak annyit mondanék, hogy 23 évesek vagyunk, és az esküvőt nagyjából egy éve kezdtük el szervezni, és arra gondoltam, hogy most mesélek kicsit arról, hogy hogyan zajlott tulajdonképpen ez a szervezés, és bizonyos területeit az esküvőnek milyen elvek vagy elképzelések alapján kezdtük el szervezni. Most már majdnem minden kész. Szóval magát a szervezést ugye egy éve kezdtük nyáron, nem sokkal az eljegyzés után, és onnantól igazából már megindult így a tervezgetésünk, a beszélgetéseink, az elképzeléseink, hogy mit hogyan szeretnénk, hogy mi fontos nekünk ebben az esküvőben, hogy az egészet milyen értékek mentén szeretnénk megvalósítani. Ahogy mondtam, tehát az esküvőt egy éve nyár végén kezdtük el megszervezni, tudtuk, hogy ugye egy év múlva szeretnénk majd az időpontot. Az első, amivel kezdtük, az a helyszínnek a lefoglalása volt. Azzal is tisztában voltunk, hogy mik azok a dolgok, amiket mindenképp szeretnénk már jó időre előre lefoglalni, tehát például a szolgáltatók fotós videós is ilyen volt, és nyilvánvalóan a helyszín, hogy mindent tudjunk majd ehhez igazítani. A többi dologgal kapcsolatban pedig egy ilyen folyamatosság jellemezte az egész szervezést, az egész felkészülést. Nagyon fontos volt nekünk az, hogy ez az egész szervezés, az egész esküvő, az ne váljon egy ilyen stresszfaktorrá, hogy meg tudjuk végig tartani a szemünk előtt a célt, vagy a lényegét az egésznek, és ez az, hogy összekötjük az életünket. Mert hogy azért az esküvő az több oldalról is igényel szervezést, több mindenre oda kell egyszerre figyelni, több mindent össze kell hozni, és úgy vettük észre, hogy könnyű elveszni az apróságokban, könnyű rástresszelni, és könnyen fordulhat át valamilyen stresszes, feszült dologgá az, hogy felkészüljünk, ahelyett, hogy élveznénk az egész folyamatot. Úgyhogy emiatt már az elején megfogalmaztuk azt, hogy nekünk a lényeg végig ott kell, hogy maradjon a szemünk előtt, amint valami túl stresszessé válik, vagy túl kényszeredetté válik, akkor vagy alternatívát találunk, vagy egyszerűen elengedjük. A helyszín megválasztása nagyon könnyen megment. Igazából ezzel kapcsolatban, ami nagyon fontos volt nekünk, az az, hogy természetközeli helyszínt szerettünk volna, mivel hogy magán a lakodalmon túl a szertartás is ott fog történni. Egyértelmű volt mindkettőnk számára, hogy szeretnénk, hogyha a szertartás kint lenne. És hogyha a közeg, ahol a szertartás történik, az minél természetesebb lenne. És ez sikerült is egyébként megvalósítani, mert hogy a helyszín, ahol ez történni fog, ez egy kis patak mellett, egy nagyon csendes környezetben, abszolút zöld területtel körbevéve fog megtörténni a szertartásunk, úgyhogy nagyon lelkesek vagyunk ezzel kapcsolatban. A következő az a hagyományok szerepe, ami több beszélgetésnek volt így a tárgya. Teljesen egyetértettünk abban, hogy vannak olyan hagyományok, amikhez szeretnénk ragaszkodni, de vannak olyanok is, amikhez nem, és amiket szeretnénk a magunk módján csinálni. Olyasmik például, hogy teljesen fehér ruhában leszek, vagy hogy nem látjuk egymást a szertartás előtt, úgy döntöttünk, hogy ezeket megtartjuk, hogy ezeket szeretnénk, hogyha a része lenne a mi nagy napunknak is, mert hogy sokat jelentenek számunkra is. Mivel ugye nem templomi esküvő lesz, hanem minden egy helyszínen fog történni, ezért a gratuláció menetét is újra kellett gondolnunk, és ez például nem hagyományos dolog lesz, hogy mi egy pikniket találtunk ki, amit az esküvő után fogunk megtartani. Azzal az elképzeléssel találtuk ki ezt a piknik ötletet, hogy tudjon személyesebb lenni, egy kicsit nyugodtabb, kevésbé rohanós, hogy aki szeretne, az tudjon ott maradni velünk, és tudjuk átbeszélgetni az estét, hogy tudjon közvetlenebb lenni az egész, tényleg ne csak olyan, hogy egymás után jönnek az emberek gratulálni, hanem időt tölthessünk együtt. A ruha és a cipő. A ruha és a cipő választás ez nagyon érdekes dolog volt, ez főleg nekem volt nagyon fontos, hogy ne a ruha legyen a lényeg. Mert tudtam, hogyha túlzottan rákoncentrálok a ruha témára, vagy a cipő témára, akkor elterelődik a figyelmem, vagy valahogy beleveszek ebbe a dologba, és elfeledkezem arról, hogy egyáltalán nem a ruha lesz ott a fontos.
Épp ezért én nagyon minimalista módon álltam ahhoz, hogy milyen ruhát szeretnék választani. Nagyon letisztult ruhát választottam, egyszerűt, és nekem ettől tetszik a legjobban. Egyébként lesz egy kézzel készült eleme is az öltözékemnek, amit ráadásul egy rokonom készít, és ettől az egész még sokkal személyesebbé és még sokkal szebbé válik számomra. Magának a ruhának a megválasztása egyébként egyáltalán nem volt nehéz, meg nem is tartott annyira sokáig, nagyjából egy alkalom volt, amikor eldöntöttem, hogy jó, most megyek és találok magamnak egy esküvői ruhát, és néhány óra múlva meg is volt, úgyhogy én ezzel a folyamattal így tökéletesen elégedett voltam, mert hogy ezt szerettem volna, nem vált stresszfaktorrá, megtaláltam, amit kerestem, úgy éreztem, hogy kényelmes, hogy csinos, hogy önmagam tudok benne lenni. Ez most biztos furcsán hangzik egy mennyasszonytól, hogy egyszerű letisztult ruha, meg nem annyira számít a cipő, de szeretném, hogyha egy pillanatra próbálnád a szemszögemből tekinteni a dolgot. Én ezt így látom. Nem egy ruha és nem egy cipő fog hozzámenni Ricsihez, hanem én. Én leszek az, aki összeköti vele az életét, nem a külsőségeim, nem az, amit viselek, és így számomra nem is ez a lényeg. A lehető leginkább szeretném magam komfortosan érezni, hogy önmagam tudjak lenni, hogy oda tudjak figyelni a pillanatra, és nem másról szóljon, hanem tényleg a lényegről. Ezt az elképzelést fogja tükrözni az is, hogy nem lesz sminkem. Én a hétköznapokban sem sminkelem magam, szóval, hogy soha, semmikor sem sminkelem magam, mert hogy nem igazán érzem magam természetesnek benne, nem, kicsit feszélyez. És mivel az esküvő napján a legkevésbé sem szeretném feszélyezetten érezni magam, ezért teljesen evidens volt számomra, hogy sminkelni biztos, hogy nem fogok. A hajamat még nem tudom teljesen pontosan, már vannak elképzeléseim, de ez meg legyen meglepetés. Az étkezés, a vacsora, a torta, ugye ezek is még fontos pontjai az egész eseménynek. Mindezeket a saját életstílusunkra, a saját elképzeléseinkre alakítottuk, így egészen szokatlan egyébként hagyományoktól eltérő dolgok lesznek ezen a területen is. Én nagyon izgatottan várom, mert szerintem nagyon sokat fogunk tudni inspirálódni ebből. A dekoráció szempontjából nagyon sok része a dekornak saját munkánk lesz. Itt nagyon fontos volt nekünk az, hogy szintén ez a letisztultság, természetközeliség jellemezze az egész dekorációt, és hogy ne vigyük túlzásba. Azért, mert mi a saját életünkben sem visszük túlzásba, mert a saját életünkben sem az jellemez minket, hogy ilyen habos-babos dekorációk vennének minket körül, hanem sokkal inkább letisztultság, természetesség. Inkább ez az irány, ami nekünk bejön. Ezért döntöttünk úgy, hogy amit tudunk, azt mi fogunk elkészíteni a dekorációból. Egyébként a családunk is részt vett ebben a készülődésben. Már egész konkrétan télen megkezdődött így a dekorációnak az elkészítése. Amit pedig mi nem tudtunk megoldani, annak az elkészítésével kézműves magyar vállalkozókat bíztunk meg azért, hogy az egész megmaradjon abban a szellemiségben, amiben amúgy is élünk. Tudod nagyon jól, hogy én mennyire szeretem a kézműves termékeket, főleg, hogyha egy magyar vállalkozó készíti, úgyhogy fontos volt, hogy az esküvőnk egyes elemeinek az elkészítésével tudjunk támogatni magyar vállalkozókat. Ettől minden egyes részlet valahogy többet jelent. Valahogy nagyobb a jelentősége. A dekoráció kapcsán nagyon-nagyon fontos volt nekünk az, hogy ami a dekoráció része lesz, az vagy legyen természetes, vagy pedig tudjuk felhasználni a későbbiekben. Szóval, hogy olyan ne legyen, hogy valamit megveszünk azért, hogy aztán az esküvő után hulladék legyen belőle. Ennek megfelelően a dekoráció nagy része a természetből származik, ami pedig nem, annál pedig kifejezetten odafigyeltünk, hogy az esküvő után fel tudjuk használni a hétköznapjainkban. Így igazából az elképzeléseink szerint semmi sem fog kárba veszni, és én nagyon bízom benne, hogy tényleg sikerül ezt végül így kivitelezni. Ebben is benne van a hiba lehetőség, vagy valamilyen SOS megoldás, hogyha szükséges lesz, de alapjában véve ez volt az az elképzelés, amivel az egésznek nekiindultunk. A menüt, a meghívókat, az értesítőket pedig mi terveztük meg Ricsivel. Volt egy nagyon konkrét elképzelésünk, hogy hogyan szeretnénk, hogyha ennek a dizájnja illene a dekorációhoz, és nagyon lelkesek voltunk amiatt, hogy így teljesen a saját elképzelésünkre tudtuk formálni, hogy hogyan szeretnénk, hogy kinézzen a végeredmény. Összességében azt mondanám, hogy az egész esküvőnek a célja az az volt, hogy inkább az érzéseket fogjuk meg, és hogy inkább az emberekről szóljon, mint sem bármi másról. Mert hogy minden más, az körítés. Minden más igazából az egy kísérő dolog, az úgymond dekoráció. Egész évben azt gondolom, hogy sikerült szem előtt tartanunk végig a célunkat, a lényeget, ami fontos számunkra ebben az eseményben, és hogy
tényleg annyira kellemesen teltek az elmúlt hónapok, és biztos vagyok benne, hogy most már a maradék néhány hét, nem is olyan sok hét, igen, egész közel vagyunk már. Szóval, hogy szerintem ez is hasonló hangulatban fog telni, mert amiatt sem igazán aggódunk, hogyha valami nem jön össze. Szóval biztosak vagyunk benne, hogy lesz valami olyasmi, ami nem terv szerint megy, valami, ami nem pont úgy sikerül. Na és aztán. Magán az örömteli eseményen azon, hogy elköteleződünk egymás iránt, nem tud sebet ejteni az, hogyha valami nem tökéletesen alakul. Mert hát mit jelent egyáltalán az, hogy minden tökéletesen alakul? Nem azt szeretnénk, hogy tökéletes legyen, hanem azt, hogy a miénk legyen, hogy tényleg a sajátunknak érezzük az elejétől a végéig. Az volt a célunk, hogy minden minket tükrözzön. A gondolkodásmódunkat, az elképzeléseinket, a mi ideáljainkat, azt, hogy mit tartunk szépnek, és mit tartunk közelinek a saját szívünkhöz. És szerintem én tényleg azt gondolom, hogy ez minden területen sikerül majd megvalósítani. De az, hogy ez mennyire sikerül, és hogy az egyes részek mennyire válnak be, azt majd meglátjuk az esküvő napján. És én tervezem azt, meg remélem, hogy lesz így rá alkalom, lesz lehetőség, hogy Ricsivel készítsünk majd az esküvő után egy közös videót, és akkor már ő is itt lehet velem, és akkor elmondjuk majd, hogy hogyan sikerült, hogy sikerült-e megalkotnunk mindazt, amire mi vágytunk, és hogy jól sültek el a dolgok, amikről most itt beszéltem. Úgyhogy ez lett volna a mai videó. Én nagyon örülnék, hogyha leírnád a te álomesküvődet, hogy te hogyan képzelnéd el ezt az eseményt az életedben, hogyha pedig már volt esküvőd, akkor hogy az milyen volt. Köszönöm szépen, hogyha itt voltál a videó végéig, és remélem, hogy nem sokára újra találkozunk. Szia!